Sziasztok! Üdvözöllek titeket Nusza Penidáról. A T-Rex itt van mögöttem. Ez a Kling King Beach-en van. Hogyha beírjátok azt, hogy Nusza Penida a Google-be, ez az első, amit meg fog nektek mutatni. Mindjárt mesélek róla, de elmondom, hogy hogy fog felépülni ez a vlog. Ugyanis most megyek végig a helyeken, ezért kronológikusan fogom nektek megmutatni, hogy mi, merre, hogy. És nektek, ha ide juttok, hogy ne kelljen végig szívni. Ugyanis én béreltem magamnak egy robogót, és ez egy elég nagy sziget, kb. 40 fok van, egy elég régi robogóról van szó, borzasztó utakról, de végigcsinálom, és a legvégén el fogom tudni nektek mondani, hogy hogy lehet a legjobb élményben megcsinálni a Nusza Penida túrát, hova érdemes, hova nem. Ha az első részt még nem láttad, akkor mindenféleképpen azzal kezd, nyomj rá ide. Úgyhogy most kezdjük el, maradjatok a végére, mert ott lesz az összefoglaló. Ahogy a bevezetőben is mondtam, itt vagyunk a T-Rexnél. Egy trükk, amit mondanék nektek egyből, hogy ha nagyon bevállalósak vagytok, le lehet menni a partra, de kb. 45 perc és borzasztó nehéz, nagyon meredek lépcsők vannak, sőt a végén már nem is igazi lépcsők, úgyhogy csak a nagyon bevállalósaknak javaslom. Aztán van egy lépcső, ahol nagyon sokan fotózkodnak, de én nem ott fotózkodnék, hanem ahol én is állok. Ha látjátok, hogy itt van mögöttem, akkor erre az oldalra, tehát erre ide fel el lehet menni, és akkor egy sokkal jobb spotban, szerintem jobb is a szöge, ahogy a T-Rexet láthatjátok az egésznek, és nincs is annyi turista, úgyhogy ez a trükköm ide. Most pedig fogok drónozni, tehát hogyha van drónotok, amúgy azzal lehet szerintem a legjobb képeket csinálni. Jöjjenek azok, utána pedig beköszönök a következő állomásokra, amiken amúgy már voltam, mert ez már a negyedik, és azt mondom, hogy 4-ből 2-re érdemes menni, de most jöjjenek a B-rollok. Sandy Beach-et és a Crystal Beach-et én kihagynám a helyetekbe, egyből ide jönnék. Itt láthatjátok, hogy itt fotózkodnak emberek. Viszont ezen a részen meg senki nincsen. Ami azt jelenti, hogy oda is el tudtok menni, és ott igazából mélyül is. Látjátok, most felszemben vagyok, mert én úsztam konkrétan benne. Nagyon kellemes a vize, így hűsebb, de egyáltalán nem hideg. Viszont nagyon jó, hogy ugye az ilyen brutál nagy melegbe itt, amik főleg, hogy mondjuk ha ide robogóztok, vagy túráztok, utána nagyon jól esik az, hogy egy kicsikét itt lehet hűsíteni. Nyilván az instás, turistás fotókat érdemes megcsinálni, de inkább átadni magának az élménynek magunkat, hogy bemegyünk ott egy kicsit ebbe a természetes Infinity Poolba, csak fekszünk, lebegünk a vízen, nézzük, az fantasztikus. Még egy dolog, ide is nagyon jó, ezt többször mondtam, az a horvátországos ilyen cipő, amivel vízbe is lehet menni, mert nézzétek meg, hogy milyen, ahogy másznak fel az emberek, és ott lehet alapból lejönni, úgyhogy azért óvatosan. Na most felmegyek, és átmegyünk a Broken Beach-hez. Megérkeztem a Broken Beach-hez. Hát gyerekek, ez eszméletlen. Baromira süt a nap, és kellett sétálni, ezért lihegek. Azt hiszem, hogy lássátok, azért nem vártam 5 percet, hanem hogy felvettem, de ezért megéri átjönni. Ezt nézzétek. Mivel nem vagyok túl gyakorlott robogós, inkább csak hátul szoktam utazni, ezért most a telefonommal veszem fel. Itt van a robogó. Igazából 3 módja van, hogy körbe lehessen járni a szigetet, majd el fogom mondani a rendes kamerával, hogy mik ezek, és próbáljunk meg robogózni.
egy biztos, ami nagyon király abban, ha körbe ropogózod ezt az amúgy nagy szigetet, hogy ilyen gyönyörű helyeken tudsz motorozni, és hát mivel órák mennek el motorozással igazából, rövid időt töltesz ugye a beach-eken, és élvezheted a tájat, hogyha ez neked bejön. A véleményem, hogy a Crystal Beach-re nincs értelme nagyon eljönni. Ilyen helyen. Helyen tankoltam, és hogy fizettem a pénztárcám, hogy ekkora bogár volt, akkor megértem, hogy kidobtam belőle erre a kisegített nőci. Hátul van, ő így mondta, hogy já, nem kell tőle félni, semmi gond nincs vele. Itt vagyok a Smoky Beach-nél, hát így lehet lemenni, és még legalább egy 15 perc. Itt valami történhetett, ilyen természeti dolog, azt mondták most már, hogy nem ilyen volt az út, tehát le is kellett rakni a robogót, és hát egy olyan, most ugye 2019 decemberre van, nem tudom, hogy mi történhetett, de ez ugye csak egy kilátó, ahol feljön így nagyon durván, majd berakok egy képet, feljön a víz, de én inkább most tovább megyek a 10 percnyire lévő hova, ahol már jó kamerával fogok beszélni. Ide jöttem a Treehouse-hoz, Diamond Beach és Owl's Beach. Ezek, hogyha egyikből a másikba szeretnél menni motorral, akkor egy 20-30 perc. Viszont drónozni tökéletes lesz, úgyhogy megmutatom nektek drónon, de egyre jobban az a meglátásom, hogy ez csak túrral érdemes, és két napot, tehát egy éjszakát töltsetek itt, és egy keleti meg egy nyugati túrát érdemes csinálni. Most itt fent megültem, és Dragon Fruit, nem tudom mi magyarul, ha tudjátok, kommentbe írjátok meg, azt hiszem, indulok vissza, egy jó másfél óra lesz visszaérni oda, ahonnan jöttem. Fenidának a tetején, és amiket itt látok mögöttem, ezeket a dombokat teletubbiznak hívják. Ha van kedvetek, ide is fel lehet jönni és megállni, de hogyha Balin jártatok már, ott azért jobbat lehet szerintem találni. Leparkoltam itt vagyok a Blue Lagoon-nál, megyek ide, és van ez a klub. Hogyha robogóval jöttök, először azt fogják mondani, hogy nem parkolhattok itt, de mondjátok, hogy a klubba jöttök, amit amúgy is érdemes megnézni, úgyhogy most ide sétálok, nézzük meg, hogy milyen. És ahogy megérkeztem, ez a látvány fogad, egy Infinity Pool, gondolom a szálló vendégeinek, de itt annyira nem vesznek semmit sem komolyan, úgyhogy egyszer csak mosolyog, beszélj vissza, angolul annyira nem tudnak, tehát rád fogják amúgy hagyni az egészet. És most menjünk oda le. Ez nem a legjobb kivágás, lehet, hogy a hang sem lesz a legjobb, de ebben a Beach Clubba, a Blue Lagoon Beach Clubba mindenféleképpen gyertek el. Fantasztikus, egy picit drágább nyilván, mint minden, de még mindig tényleg nevetségesen olcsó. Ha eztek valamit, én most fagyizom, jó, ettem már jobb fagyit mondjuk Olaszországban. Nagyon-nagyon hangulatos, látod az egész Blue Lagoon. De hogy igazán megmutassam nektek, drónozni fogunk, úgyhogy mindjárt elindítok egy drónt. Annyi, hogy tényleg ide szerintem a legjobb robogóval jönni, és ez a Lembongen melletti másik szigetnek a sarkába van, amúgy bármelyik helyen szerintem meg lehet állni. A drónozás után például elmegyünk egy titkos helyre. Remélem jól hallottatok. Most visszacsobbanok. Thank you.
Meg kell, hogy eljek egy pillanatra, épp ugye motorozom, és hát itt látjátok, ezt is ilyen helyeken kell menni. Nézzétek meg! Nagyon, nagyon durva, eszméletlen, és ezt mutatja a Google Maps. Nem őszintén megpróbálnám, de mivel nem vagyok gyakorlott robogózós, ezért nem, és a GoPro tartómat most otthon hagytam, de még fogok olyat csinálni, de nagyon durva az út, ahogy így megyünk le. De nem vállalom be, hogy most vegyem így fel meg minden. Hát érdekes, hogy ilyen elég off-road extrém, hogy az ember megtanul elsőnek robogózni, nem pedig valami aranyos kis olasz kisvárosos környezetbe, de hát én menjünk a mélyvízbe, és akkor most, ahova megyünk, amúgy az a Secret Beach, induljunk oda! No, hát én itt teszem le a motort, ugyanis nem merek itt lemenni, de mármint motorral gyalogolni lemegyek, úgyhogy nézzük meg, milyen a part. És leértem, nagyon durva, meredek, ilyen rusztikus, köves lépcsők vezetnek le. Én egy flip-flopban vagyok, vizes a lábam, izzad, úgyhogy nagyon veszélyes. Ha tehetitek, inkább vegyetek olyan cipőt, mint ami van mondjuk Horvátországban a kavicsos tengerpartra, az szerintem jobb lenne. És tényleg csak itt mögöttem vannak páran, az egész full üres. Mert ahogy látom, mintha arra lenne valamilyen resort, ami érdekes, mert lehet ott kellett volna megállnom és lejönnöm. Én a dzsungelen keresztül, azon keresztül jöttem le. Most pedig bemegyek és megmártózom. Jön, fél órát játszottam a vízben, nagyon erősek az áramlatok. Ha szeretitek az ilyen vadregényes, elhagyatott dolgokat, jó arcok, akik ott vannak, akkor gyertek ide, esetleg hozzatok merüléshez valami pipát, szemüveget, és lehet itt úszni, de vigyázni kell tenni, egy, mert nincsen életmentő, tehát lifeguard a parton, másrészt pedig nagyon erős a sodrás, és az egész kavicsos, tehát megint, amit az előbb mondtam, ez a horvátországos ilyen kavicsra szóló cipő, az itt elég jól jött volna nekem, most pedig tovább indulok, nem tudom, hogy a kis szigeten lesz-e még valami, vagy csak körbe robogozom, és aztán nézem meg a többi spotot még Lembongánon. Vegyük a tanulságokat a szigetekre. Az a döntés, hogy Lembongánra vagy Penidára szeretnétek menni, attól függ, hogy mennyire vagytok természet- és kalandvágyók. Sőt, igazából, ha Balin vagytok sok időt, az is egy kérdés, hogy el szeretnétek-e jönni más szigetekre Indonézián belül Baliról. A Nusa szigetekre én azt mondanám, hogy akkor gyertek el, hogyha tényleg a természeti, kietlen tájok érdekelnek titeket. Hogyha egy kisebb, nyugodtabb vibe-ot, amit könnyebben körbe lehet járni, szeretnétek megkapni, akkor Lembongánra érdemes menni. Itt is gyönyörű, szép természeti kincsek vannak, látványosságok, öblök, ahol lehet úszni, megkaphatsz tényleg mindent, könnyebben bejárható ugye a sziget. És a szállodák is szuperek, például amit mutattam, hogy én hol vagyok, simán lehet ilyeneket találni. Kettőtöknek ilyen 10-15 ezer forint per éjszaka áron, amiben a reggeli is benne van. Transfert intéznek a szigetek között, úgyhogy szuper. Na ehhez képest Penida az egy jóval nagyobb sziget, és a legfontosabb, amit elmondanék róla, hogy ne robogóval csináljátok végig. Ha csak nektek nem ez a kattanásotok, és szeretnétek mindenhol megállni, és 40 fokba menni össze-vissza, leizzadva, megállva, trekkelni, mászni, nagyon rossz utakon, földutakon, köves utakon ide-oda menni. Hogyha ez az offroadozás érdekel titeket egy elég régi szar robogóval, akkor csináljátok, de amúgy, ami a legjobb, hogy van igazából kettő túra, amit lehet foglalni a nyugati, illetve a keleti oldala a szigetnek. Nagyon kellemes, ilyen nagy mikrobuszokkal visznek akár kettőtöket is.
olyan 500-600 itteni pénznemben van, az olyan 10-15 ezer forint, sokkal jobban megéri, mert olyan 1-1 órák vannak minimum utazásban, hogy a helyszínekre át lehet menni, és az alatt legalább egy kényelmes környezetbe lehet utazni, nyilván ez azoknak, akiknek ez az érdekesebb. Most ahova én nem mennék el, az a Sandy Bay, semmi sincs nagyon ott, a Krisztára se feltétlen, viszont nyilván nézzétek meg a T-Rexet, hogyha Penidán vagytok, ha drónoztok, akkor teljesen, az egy nagyon poén hely. Az Angels Billabonghoz és a Broken Beachhez érdemes elmenni, megnézni, gyönyörű. És ne csak egy ilyen Insta fotóra menjetek el az Infinity Pool-os részhez, hanem ússzatok is benne, mert nagyon király, és annyira durva, hogy ott van a több tucat turista, és mindenki csak egyből fotó és megy tovább, pedig ott lehetne úszkálni, és ez szerintem az nagyon jó. Ha úgy döntötök, hogy Penidán laktok, akkor érdekes, a sziget legvégén, ahhoz képest, ahol megérkeztek, hova a legvégén, van egy treehouse rész lakni. Elég nehéz oda lemenni, de mellette vannak gyönyörű partok, tehát a világ top partjaiban is benne van a Diamond Beach, ahova érdemes elmenni. És hogyha Penidán szálltok meg, akkor megcsináltok azt, hogy ugye egyik nap megcsináltok az egyik túrát, alszatok, másik nap a másik túrát, és mondjuk harmadik napra pedig átmentek Nusa Lembongánra, tehát ott alszatok második éjszaka Penidán, és reggel pedig hajóval átkoznak titeket, és egy nap erre a két kicsi szigetre bőven elég. Itt pedig a Devil's Tears-en mindenféleképpen nézzétek meg a naplementét, zseniális, utána meg közel hozzá van egy étterem, amit mutattam, oda érdemes elmenni, és amúgy itt meg tényleg robogóval menjetek körbe az egyes részeken, a Blue Lagoonhoz mindenféleképpen nézzetek el. Úgyhogy összegezve nekem nagyjából ennyi a két sziget. Örülök, hogy itt voltam, de akár kihagyható, és ez tényleg a ti referenciátok. Mondjátok el a véleményeteket, kérlek. A Nusa szigetekről ennyit, ebbe a részbe ennyi fért bele, viszont jövő héten találkozunk, hogyha érdekelnek az ilyen utazások, ugyanis következő szigetekre megyek, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, nyomj rá a csengőre, sőt Instagramra is menj át, és ha még ezt is látod, köszönöm szépen, hogy néztél. Hamarosan találkozunk. Sziasztok! I see.